Az év egyik legkülönlegesebb napja, október 15-e, a Ceglédis térsége látássérültjeinek egyesülete számára. Ma van a fehér bot napja. A világon mintegy 30 millió ember érintett, vagyis látássérült és valamilyen formában segítségre szorul, mondta az elnök Pap Anita. Ez a nap pont erre van kitalálva, úgymond, hogy erről egy kicsit jobban megemlékezzünk, hiszen azért már az 1920-as évek óta jellemző az, hogy amióta megjelent az autós forgalom és az egyéb nagy közlekedési eszközök, hogy a látásukban akadályozott embereknek elég nehéz a mozgást biztonságosan kivitelezni, hogy ezek a nagy járművek, autók, és ugye ezáltal az egyre gyorsabban közlekedő emberek észrevegyék őket, és figyelembe vegyék azt, hogy nekik kicsit hátrányból kell indulni. A fehérbot és a különböző segédeszközök mellett az infokommunikációs akadálymentesítés is nagyon fontos, hiszen az internet használatával a látássérültek könnyebben élhetnek teljes életet, mondta a több mint 50 tagot számláló egyesület elnöke. A járvány alatti időszak számukra sem egyszerű, de igyekeznek mindent elintézni, amit csak tudnak. Azért el lehet mondani, hogy hatványozottabban érintettek vagyunk, mert akinek a látásában valami akadályozottsága van, nagy valószínűséggel más területen is van ilyen jellegű gondja, problémája. Tehát mi is elmondhatjuk, hogy megritkultak a találkozásaink sajnos. Attól függetlenül e-mailbe, telefonon igyekszünk tartani a kapcsolatot. A munkát ez idő alatt is végeztük, még ha a személyes találkozások le voltak redukálódva. Attól függetlenül ugye a pályázatok, segédeszközök, üdülési lehetőségek, papírkitöltés, bármilyen segítségnyújtásban jelen kellett, hogy legyünk, hiszen az élet nem áll meg. Dupla ünnep volt ma, hiszen 15 éves az egyesület. Pap Anita úgy fogalmazott, szeretné, ha az egyesület továbbra is betöltené azt a segítő funkciót, amit eddig. Az alkalomra tortával is készültek, illetve zenés műsort adtak elő a Patkós Irma Művészeti Iskola diákjai.